Egy ideje egyre másra hallani, hogy szigorítani, módosítani fogják a brit szociális támogatási rendszert. Egyrészt a külföldi munkavállalók nehezebben juthassanak segélyhez, másrészt a munkanélküli segélyezés rendszerét oly módon akarják átalakítani, hogy ugye a brit munkanélküliek elmenjenek inkább olyan helyekre dolgozni, ahova eddig nem érte meg nekik elmenni, mert a segély az gyakorlatilag több volt, mint amennyi ezeken a helyeken jár nekik. Éppen ezért az elmúlt években az ilyen állásokban, úgy mint a pizzafutár, mozi jegykezelő, árufeltöltő, inkább már csak külföldi munkavállalók vannak, amiből a brit gazdaságnak az a problémája fakad, hogy ezeket a munkahelyeket betölthetnék brit állampolgárok is, ehelyett viszont ők nem dolgoznak, hanem segélyből élnek. A telefonban köszönhetem régi kedves kollégánkat, Romsics Balázst, aki most már jó ideje kint él Nagy-Britanniában. Szervusz Balázs! Szervusz Zoltán, köszöntöm a kedves hallgatókat! Mit érzékelsz te mindebből, amit én itt az előbb elkezdtem mondani? Mit látsz te ott test közelből ebből az egészből? Először is azért én árnyalnám ezt a... szorítsuk vissza a külföldi munkavállalók foglalkoztatását itt Angliában. Én azt látom itt, hogy az angol gazdaság, főleg ez a szolgáltatóipar, raktárak, stb. Ezt az iparágat a külföldiek működtetik. Ebben igazad van, hogy az angolok nem nagyon dolgoznak. Van egy ilyen törekvése az angol kormánynak, hogy visszatereljék a munkavilágába az angolokat, és tényleg sokan vannak azok, akik otthon valamilyen szociális juttatásból élnek. De ez, amit most bevezetnek, ez nem arról szól, hogy visszaszorítsák a külföldiek munkavállalását Angliában. Ez én most lehet, hogy nagyon csúnyát mondom, de amikor megjelennek ilyen cikkek Magyarországon, én azt gondolom, hogy ezt valaki megrendeli. De mi lehet az oka szerinted akkor annak, hogy ezt valaki megrendeli? Az az oka, hogy azt akarják elhitetni, akik otthon vannak, és gondolkoznak azon, hogy kijöjjenek akár ide, akár Németországba, hogy valami itt nem stimmel, itt nem működik, itt ne gyere, stb. Sajnálom, hogy miért? Tehát gondolod, hogy van Magyarországon egy ilyen fajta szándék, hogy azt hitessék el azokkal, akik azon gondolkodnak, hogy külföldre mennek munkát vállalni, hogy ne legyen érdemes kimenni, mert már úgysem olyan jó a helyzet, mint pár éve. Nekem azt tűnik ki a magyar sajtóból, amikor két hetente megjelenik valamelyik orgánumban egy cikk, hogy milyen nehéz Angliában, akkor azt gondolom, hogy valakinek ez az akarata, mert akik ezeket a cikkeket írják, szerintem egy percet nem élt itt, nem tudja, hogy mi történik itt. Jó, tehát ezek szerint te ezt cáfolod, hogy nehéz lenne most, vagy nehezebb idők várnának rátok most Angliában. Nézd, aki szeretne dolgozni, azt én azt gondolom, hogy tud dolgozni. Uh-huh. Nyilvánvalóan itt is azért érződik az, hogy a munkáltató minél többet akar kihajtolni a munkavállalóból, és úgy csinálja, hogy minél jobban megérje neki, nekünk nem annyira, de itt vagy attól függetlenül, igen, attól függetlenül itt, aki dolgozik, az meg tud élni abból a munkából, amit elvégez. Tehát ki tudja fizetni az albérletét, a rezsijét. Nyilván, aki nem akar dolgozni, az annak nehezebb, meg válogat, meg stb. Stb. De ezt én azt gondolom, hogy egy nagy fokú elriasztás folyik otthon. Mm-hmm. Mert is én amit itt olvasok a magyar sajtóból, nekem ez jön le. Mm-hmm. Neked a helyzeted az mostanában változott, vagy változik-e? Neked a munkád megvan-e, jól élsz-e belőle? Élek belőle, itt sem kolbászból van a kerítés, de megélek belőle, tehát ki tudom fizetni mindazt, amit az előbb elmondtam. Nyilvánvalóan nekem is, ha még fejleszteném, kiszolgatnám a kicsit az angol tudásomat, akkor tovább tudnék, de rengeteg állás van, tehát folyamatosan lehet próbálkozni, és itt... Itt nem úgy működik a dolog, hogy 3 hetet vársz arra, hogy valaki válaszoljon, hanem megírsz egy tesztet, főleg egy ilyen raktári melónál, vagy munkánál, akkor elég gyorsan el tud indulni.
Tehát azért nem, nincs kolbászból a kerítés, de mégis egy csomó mindenben azért csak könnyebb odakint, ha jól értem. Még a mostani helyzetben is, amikor egy picit EU-szkeptikusokká kezdenek válni a britek, és talán próbálják visszaszorítani azt a nagy külföldi áradatot, ami feléjük tart. Van egy ilyen elképzelés, tehát van itt is az UKIP levezető párt, aki euroszkeptikus, nem szeretik, hát ők azt állítják ott Londonban, hogy nem akarják, hogy itt nagyon sok külföldi legyen, de én azt látom test közelből, hogy ezekben a gyárakban nagyon nincsenek, tehát többségben van a külföldi munkaerő, és a másik, hogy most igen, látszik az a tendencia, hogy szeretnék az angol fiatalokat visszahozni ide, tehát, hogy, de bejön az angol fiatal, és alapvetően, hát sajnálom, ezt kell, hogy mondjam, de nem dolgozik. Tehát, és ezt az ottani menedzser is látja, és előbb-utóbb fel fognak helyette venni olyat, aki elvégzi az adott munkát. Köszönöm, Balázs, akkor, hogy ezeket elmondtad, mert ebből azt tűnik ki, hogy igazából akkor nincsen senkinek nem kell azon gondolkodnia, hogy aki azt tervezte, hogy kimegy külföldre dolgozni, hogy most meggondolja magát, mert nincsenek már lehetőségek. Ezek szerint továbbra is igenis vannak lehetőségek. Egy nagyon fontos dolog van, ha ez még belefér, hogy beszélje a nyelvet, úgy beszélje a nyelvet, hogy megértse, amit mondanak neki, de nem irodalmi angolt kell beszélni, de értesse meg magát, tehát értse meg, hogy mit mond neki a supervisor, tehát egy interjún, egy health and safety kérdésre tudjon válaszolni, tehát megértse, hogy mi van azon a táblán, hogy ide nem szabad bemenni. Nyilvánvaló, alapvető. De ez nagyon fontos, tehát a nyelvtudás egyre fontosabb, tehát ezt azért le kell szögezni, hogy olyan, aki sosem beszélt angolul is, és csak azért jön, mert otthon nem keres annyit, amennyit le, és nem tud angolul, és ide jön, és már bocsánat, szerencsétlenkedni fog, mert nem érti meg, amit neki mondanak, az ne jöjjön. Értettük. Köszönjük szépen a tanácsokat, Balázs, de ne haragudj, tovább kell lépnünk a következő utolsó témára, mert már kiszaladtunk az időből. Sok sikert neked a továbbiakban még mindig, és szerintem fogunk még kérdezgetni téged az angliai helyzetről a közeljövőben is ilyen-olyan témában. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok a kedves hallgatóknak. Köszönjük.